A Körösök Völgye Naturpark Egyesület immáron második alkalommal nyerte el az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatását, melynek köszönhetően a Zöldülj, fordulj, környezeti szemlélet formálása Körösök Völgyében című projekt megvalósulhatott. A kezdeményezés fő célja a környezettudatosságra nevelés, hogy a fiatal generációhoz is kicsit közelebb vigyék ezt a szemléletet. Az interaktív kiállítást elsőként a Szávió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és óvodában rendezték meg. A kollégáim négy animátorral vannak itt jelen. Összesen 7 téma van a Zöldülj, fordulj kiállításban, amely a komposztálást, egészséges életmódot, a tudatos vásárlást dolgozza fel. Ugye mind a környezettudatosság jegyében vannak. Egy-egy témához tartoznak molinóink, valamint interaktív játékaink a gyerekek számára. A kollégák első körben egy rövid előadást, ismertetést tartanak az adott témáról, és utána ezt játékos formába átismétlik a gyerekekkel. Zárásként pedig helyi termékeket, biozöldség és gyümölcsleveket, valamint biozöldségeket és gyümölcsöket, ami idén jellegű, kóstolhatnak a gyerekek, ezzel is tudatosítva őket ennek a fontosságáról és jelentőségéről. A Zöldülj, fordulj vándor kiállításon a diákok különböző témákban hallhattak előadásokat, melynek során megismerkedhettek azokkal a hétköznapi anyagokkal is, amiket komposztálni tudnak akár otthon is. Ennél az állomásnál itt a komposztálásról fogunk beszélni, ugye 10 perc áll rendelkezésre, úgyhogy próbáljuk a lehető legszemléletesebben bemutatni így a gyerekeknek, és azt mutatjuk meg, hogy mik azok az anyagok akár a kertből, akár a háztartásból, amit komposztálhatunk, amik úgy így tudnak hasznosulni, és nem vesznek kárba, illetve mutatjuk azt is nekik, hogy mik azok azok az állatok, ami ilyen komposztállatkák, amik segítenek felbontani ezt a komposztot, illetve arról is beszélni fogunk, hogy a növények hogyan hasznosulnak. A program szervezői bíznak benne, hogy a tanulók hasznosítani tudják majd az elhangzottakat, és a későbbiekben minél inkább törekednek a környezettudatos életmódra. Nekem a mamáméknak van egy nagyon nagy komposzt tárolójuk, ott nagyon gyűjtik, minden évben összegyűl egy csomó. A papírt azt mindig a papíros kukába rakjuk, de amúgy otthon nagyon gyűjtjük a fűrészport, meg az ilyesmiket. A Zöldülj, fordulj projekt részeként az interaktív kiállítást a szervezők további 8 megyei intézménybe juttatják majd el. A következő helyszín február 27-én a Dobozi Általános Iskola lesz.